rendkívül sikeres hétvégén vannak túl az ASC Kalocsa fiataljai. Farkas Zoltán edzőt szeretném megkérdezni, hogy hogyan értékeli a hétvégét. A mostani hétvége 21-e és 23-a között került megrendezésre Kiskunfél Egyházán a 2022-23-as tanév Diákolimpia országos nagy döntője, ahova tudni kell, hogy a megye győztesek kerülnek be, és itt döntik el, hogy az országba ki a legjobb pingpongos. Ide a versenyre az iskolák által lehet bekerülni, ezt a Diák Sport Szövetség szervezi ezt a versenyt, Diák Olimpia név is innen van. Pénteken 21-én Vida Zolta révén voltunk értekeltek az 5-ös, 6-os korcsoport fiú egyéni versenyszámában. Vida Zolta 18-as mezőnyben végig menetelve a döntőbe aranyérmet szerzett, ezzel megvédte a tavalyi címét. Ezzel ő már sokszoros Diák Olimpiai bajnok. A mai nap, vasárnap 23-án 3-as, 4-es korcsoportba fiú és lány egyéniben is egyaránt érdekeltek voltunk. A lányoknál Svec Olga a 3-as, 4-es kategóriába megvédte címét. Tavalyi évhez hasonlóan győztesként került ki a verseny végén. Réfi Mór 3-as, 4-es fiú egyéniben nagyon nagyot játszott, nehéz mezőnyben helytált szépen, és a döntőben sajnos alul maradt, de kihozta magából a maximumot, legközelebb reméljük jobban sikerül. De büszke vagyok a tanítványaimra, szépen szerepeltek a fiatalok. Zoli, gratulálunk! További szép sikereket kívánunk nektek. Köszönjük szépen!